Javában tart a nyári utazási főszezon. Sokan már hónapokkal ezelőtt lefoglalták nyári útjukat, vannak azonban olyanok is, akik csak ilyenkor döntik el, külföldön töltenék szabadságukat. Nekik találták ki a last minute utakat. Többen közülük eredetileg belföldi üdülést terveztek, de az időjárás keresztül húzta a számításaikat. Nagyon sok olyan utas esik be az irodánkba, aki megijedt az idei nyárnak a viszontagságaitól. Célzott elképzelése volt, hogy Balaton vagy valamilyen wellness hotel lesz, de olyan körülményes volt az időjárás, olyan változékony, hogy úgy döntött, hogy mégis valamilyen külföldi országot választ úti célul. És igen, ilyenkor jön az ötlet, hogy beszaladok egy utazási irodába és kérek ajánlatot. Mindig vannak akciós utazások, úgyhogy várjuk szeretettel az utazó közönséget. A last minute utak legnagyobb előnye a spontaneitás mellett az áruk, hiszen a katalógusban szereplőektől lényegesen olcsóbbak, ám azzal is számolni kell, hogy a kínálat már nem túl széles, lényegében azok közül lehet választani, ami maradt. Az általunk felkeresett iroda ügyfelei körében a legkedveltebb úti cél Törökország közelsége, könnyű és gyors megközelíthetősége miatt. Emellett sokan utaznak a Görög-szigetekre vagy Egyiptomba. Sokan kimondottan ezekre az ajánlatokra várnak. Van egy utazó közönsége egyébként a last minute utaknak, akik úgymond vadásznak a kedvező árfekvési utakra. Ők inkább azok az utasok, akiknek gyakorlatilag mindegy, hogy hova utaznak, csak van egy keretük, abba szeretnének beleférni árban, és akkor úgy fáradnak be az irodába, hogy van 120 ezer forintom, 150 ezerem, 200 ezerem, 300 ezerem, és ebbe férjünk bele, ehhez keressünk egy árérték arányban megfelelő célországot, illetve szállodát. A legáltalánosabb, hogy két héttel az utazás előtt ezeket az ajánlatokat is lefoglalják. Vannak azonban olyanok is, akik tényleg az utolsó pillanatra hagyják a döntést. Amit sokan nem tudnak, hogy a last minute utaknál is be van kalkulálva a lemondás. Betegség, baleset és podgyászbiztosítás pedig napi néhány száz forinttól ezeknél is elérhető. Érdemes igénybe venni ezeket a plusz szolgáltatásokat, ha ugyanis valaki megbetegszik külföldi útja során, ennek hiányában nagyon sok pénzébe kerülhet a kinti gyógykezelés.